Továbbra is ezrek lépnek át Ukrajna felől Magyarországra, naponta főként nők és gyerekek. A határmenti településeken folyamatosan zajlik a munka. A menekülteket segélyszervezetek és önkéntesek is várják a segítségpontokon. Azt mondják, hogy ha kell, akkor tovább tudják bővíteni a kapacitásaikat. Plüssjátékkal és édességgel is várják a legkisebbeket az önkéntesek a Záhonyi vasútállomáson. Ezzel szeretnék jobb kedvre deríteni a gyermekeket, akik hosszú és fárasztó út után érkeznek meg Magyarországra. Vannak köztük olyanok is, akik egyedül jönnek, a családtagjaik ugyanis valamilyen okból nem tudják elkísérni őket. Nők, gyerekek és idősek érkeznek a leginkább. A menekültek hálásak a magyar segítségért. A segítőpontokon nem csak ellátást, de információkat is kaphatnak, hiszen sokan azt sem tudják, merre menjenek tovább. We don't have home. Nincs többé otthonom, mert a lakásomat rakétatámadás érte, nagyon sokan meghaltak, nekünk pedig el kellett jönnünk, mondta egy mariupoli lány. A Záhonyi segítségponton 300 embert is el tudnak látni, a legtöbben azonban minél előbb tovább indulnának. Budapest. Ez a család Budapestre tart. Azt mondják, legszívesebben Ukrajnában maradtak volna, de ezt nem tehették meg. 4 napig bujkáltak a pincében, mire sikerült elszökniük. De ahogy véget ért a háború, haza szeretnének menni. Itt vannak 3 gyerek. Beregsurányban is tolmácsokkal várják az érkezőket. Itt most használt, de feltöltött mobiltelefonokra lenne a leginkább szükség, hogy a menekültek telefonálni tudjanak rokonaiknak, barátaiknak. Mi most Spanyolországba tartunk a rokonainkhoz, de csak 1-2 hónapra tervezünk, mert haza akarunk menni Ukrajnába. Mondta egy családapa, akinek még a harcok kitörése előtt sikerült megszöknie Mariupolból. Az elmúlt hetekben több 10 000 embernek segítettek itt már a segélyszervezetek. A rendszer jól működik, így ha az érkezők száma nő, őket is el fogják tudni látni. Körülbelül olyan 25-30 000 ember további sorsáról intézkedtünk itt, hogy hova jusson el. Ez a korábbi kapacitásunk határa, így csúlyat, most számításunk szerint ennek a 3-szorosát még könnyedén el tudjuk viselni a mai kapacitásainkkal, amelyeket már felfejlesztettünk, és természetesen, hogyha nagy Isten még nagyobb özönről lesz szó, akkor megvannak a terveink erre is, hogy hogyan fejlesztjük a logisztikánkat. 600 millió forint értékben és 1000 tonna mennyiségben állítunk össze segélyszállítmányt. Közben az ország történetének legnagyobb humanitárius akciója zajlik. 600 millió forint értékben küld ugyanis a kormány segélyszállítmányt Ukrajnába, illetve Kárpátaljára. Erről beszélt Menczer Tamás az M1-en. Az államtitkár hozzátette, az 1000 tonnányi adománynak eddig az 1/5 indult útnak, a segélyszállítmányok így a jövőben is folyamatosan érkezni fognak. Aki segíteni szeretne, a nagy segélyszervezeteknél jelentkezzen, akik a munkát össze tudják hangolni. 3 milliárd forintot kaptak ezek a szervezetek. Már ez is mutatja, hogy nem igaz, hogy a kormány nem támogatja ezt a munkát, és nem csinál semmit. 1-2. Ott vannak a katonák és a rendőrök, a kormányhivatalok munkatársai és az önkormányzatok is. Mindezen szervezetek és minden munkatárs kiveszi a részét a munkából, a kormány természetesen az önkormányzatokkal is együtt dolgozik, és őket is segíti. Eddig már mintegy 500 000 menekült érkezett Magyarországra Ukrajnából. A MÁV továbbra is biztosítja nekik az ingyenes szolidaritás menetjegyet. A múlt hét csütörtökig már mintegy 120 000-et adtak ki ezekből. A szolidaritás jegyek csak nem fele a főváros valamelyik állomására szóltak.